Ez egy tűzoltó szekerce, ami minden egyes tűzoltónak minden mai napig alapfelszereltsége. Ez nagy segítséget nyújt bejutásnál, ajtónyitásnál, tetőbontásnál. Tehát ez alapfelszereltség mind a mai napig minden egyes tűzoltónál, csak egy modernebb változatában. Ill József, a bátaszéki önkéntes tűzoltóság parancsnoka büszke arra a gyűjteményre, mely történetük emlékeit mutatja be. A mini galéria sokkal inkább szól a tűzoltóknak, hiszen nap mint nap rápillanthatnak az elődök sikereire, és teheti őket büszkévé. Mindez idén különleges értelmet nyer, hiszen évfordulóját ünnepli a helyi tűzoltóság. A egyesületünk idén fogja ünnepelni 140 éves évfordulóját, ezt előreláthatólag májusban szeretnénk megünnepelni, Flórián nappal egybekötve. Nagy-nagy hagyománya van ennek is. Tehát Kossuth utcában el van helyezve egy Flórián szobor, ezt minden évben meg is koszorozzuk Flórián nap alkalmából. Most kettő vagy harmadik éve itt a szertárunk előtt is van, hál' Istennek, a méltó helyén itt a tűzoltók között. Maga ez a 140 éves évforduló mind a helyi egyesületek között is, meg megyei szinten is, ez nagyon kimagasló, nem sok egyesület mondhatja ezt el magáról. Tűzolt egyesületek között is, akik előttünk létesültek, az a Tamási, Szekszárd, meg a Paksi egyesületek, ők már idén 150 évesek lesznek. Annak idején ez a 140 évvel ezelőtti egyesületnek a létrehozása apropója volt, hogy nagyon-nagyon sok káresemintő volt itt Bátaszéken. És az egyik sajtócikkben megjelent az akkori újságban, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. És ezek után bátaszéki lakosok úgy döntöttek, hogy szeretnének egy olyan egyesületet látni itt Bátaszéken, akinek a zászlajára az van írva, hogy Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. És akkor ezt meg is alakították. Akkoriban 10 forint járultak hozzá az alapító tagok. Járművük, meg egyebek, hát még a lovasfogat volt a akkori időben a tűzoltó fecskendő. Sőt, még a 93-as években is, 1893-ban is még a ki fogathajtó először ért be a szertába, az még 2 forint jutalmat is kapott. Tehát ilyen összegekből kellett akkoriban egy tűzoltó alakulatnak működnie. A rendszerváltás idején volt egy szervezeti megbomlás a bátaszéki tűzoltóság életében, majd jött 1992, amikor jelenlegi formájában újjáalakult az egyesület. Akkor Tresner József és Péter Jóska bácsi újra szervezte. Péter Jóska bácsi mint elnök, Tresner József mint parancsnok. Hál' Istennek Tresner József az még a mai napig is itt közöttünk tűzoltó, a 63. életévét tölti, és még mindig aktív vonuló tűzoltó is közöttünk. Nagyon nagy segítséget nyújt, hál' Istennek. Az évfordulóra történő megemlékezést a tűzoltók védőszentjének napjára tervezik. Flórián napra szeretnénk tenni, mindenképpen egy szentmisével fogjuk indítani a napot. Ezen szeretnénk, ha jelen lennek a testvérvárosaink is. A helyi tűzoltóvezetők lesznek jelen, egyértelműen tűzoltók és családjai. Szeretnénk meghívni a környező tűzoltóságokat is, szeretnénk egy tűzoltóautó felvonulást is, kicsit bevonni a lakosságot is, hogy lássák, hogy is működünk mi, akár egy nyitott szertárral aznap, mert ennek is nagy sikere szokott lenni múzeumok éjszakáján is, úgyhogy nagy valószínűséggel ezt Flórián nap alkalmában meg fogjuk ismételni. Ilyenkor sok új ötletet kapunk a környező tűzoltóságoktól, testvértelepülésöktől is, meg kicsit jobban érezzük, hogy igenis szükségünk van ránk, tehát a működésünk terén. A tűzoltók sokat vannak távol a családtól, és éppen ezért fontos, hogy időről időre olyan rendezvényeket szervezzenek, amikor a háttérország tagjai, feleségek, gyerekek is betekinthessenek a mindennapokat jelentő laktanya életébe. Valamikor ezt meg kell nekünk köszönni, hogy érezzék, belelássanak a mi életünkbe is a családtagjaik, tehát szoktunk évente többször is ilyen rendezvényeket összehozni. Ami állandó rendezvényünk, az pünköskor szokott egy családi nap lenni, ahol gyerekekkel, családtagjainkkal közösen itt főzünk egy finomat, kötetlen beszélgetéseken veszünk részt. Ugyanez év végén
most is volt egy 30-án, amikor hál' Istennek olyan több mint 50-en vettünk részt rajta. Az egyik vállalkozó, az helyi vállalkozó felajánlott nekünk egy sertést, ezt 29-én itt közösen feldolgoztuk, 30-án meg a nagy részét elfogyasztottuk. A helyi egyesületi jelentős külkapcsolatokat alakított ki az évek során, és nagy odafigyeléssel ápolják ezeket a baráti szálakat. A tesővárosaink szempontjából Ditró, Nagycsalló, Bézikheim, tehát ezeken nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk, hál' Istennek. Nagyon sok olyan tanulunk tőlük is, amik náluk szokás, náluk is megvannak a hagyományai ezeknek az egyesületi életformáknak, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk tőlük, mind a németektől, nagyon sok felszerelést is kaptunk tőlük, tudtuk hasznosítani ezt a gépkocsijainkon, akár riasztás terén is személyhívó rendszert kaptunk tőlük, amik már sajnos lecserélésre került a modernizálás során, de hatalmas segítség volt ez nekünk. A testvérvárosok tűzoltó delegációi is várhatóan jelen lesznek a Flórián napi ünnepségen. A tűzoltók arra készülnek, a 140 éves évfordulót méltóképpen ünneplik majd meg, fejet hajtva az elődök előtt, és megerősítve az egyébként is jó viszonyt a város lakosságával.